köszöntöm a sajtó tisztelt képviselőit. A mai sajtótájékoztató apropóját több dolog is szolgáltatja. Az egyik az, amit egy héttel ezelőtt megígértünk, hogy a sajtótájékoztatót addig tartjuk, míg az újságírók bírják szerdánként. Hogy ne fordulhasson elő az, ami korábban, hogy itt információ hiány generálódott. És hát minden pillanatban nem álltunk rendelkezésre egy sajtótájékoztató erejéig. Ezzel próbáljuk ugye ezt a hiátust megszüntetni, és ezért szeretettel köszöntjük ma is Önöket. És várjuk a jövő héten is, szerdán 13 órakor a sajtóképviselőit. A másik, ami inkább szakszervezeti konforma dolog, hogy ki tette a kormány a munkatörvénykönyvének módosítására irányuló szándékait, amit a szakértőink megvizsgáltak, és hát a szakértőt személyesen megkértem, dr. Kéri Ádámot, aki jobbra ül mellettem, hogy jöjjön és legyen szíves elmondani a véleményünket, a szakvéleményünket a munkatörvénykönyv kormány által tervezett módosítására. És természetesen ez azt jelenti, hogy ahogy a kormány képviselője is megírta, rövidesen VKF tanácskozás lesz a munkatörvénykönyv módosításáról, aminek a határidejét a kormány tervezi kitűzni, és feltételezéseim szerint erre rövidesen sor kerül. A Liga a VKF ülésen, ahol a munkatörvénykönyvet fogjuk tárgyalni, még további napirendeket fog javasolni, fölvenni, így például a 2015 évi béremelési, minimálbéremelési megállapodás kérdését, a sztrájk törvény kérdését, ami még tavaly óta elvarratlan, illetve a korkedvezményes nyugdíj kivezetéséből eredő károk enyhítésére vonatkozó szakszerti javaslatokat. Ez a három utóbbi, és, illetve maga a munkatörvénykönyv is már korábban kialakított oldaláspontot fog jelenteni. A munkavállalói oldal képes volt arra még az idén tavasszal, késő télen, hogy egyeztetett állásponttal menjen a VKF-re, de a kormány és a munkaadói oldal védekező, sőt időnként a tárgyásokat akadályozó álláspontja miatt megállapodás nem jöhetett létre, mint ahogy elhatároztuk együttesen a három partner, hogy még a tavaszi ülésszak alatt, a tavaszi ülésszakra a parlamentbe be fogjuk vinni azokat a tételeket, amelyek törvénymódosításokat igényelnek. Sajnos a kormány, illetve a munkaadó viselkedése, tárgyalási taktikája eredményeként ez nem jöhetett létre. De ezeket újra és újra terítékre és asztalra fogjuk tenni. És akkor engedjék még, hogy bemutassam mellettem ülő kollégámat, Árkovics Istvánt, a Liga Szakszervezetek Gazdasági Alelnökét. Ez a kvázi állandó napi rendje a sajtótájékoztatóknak, a pénzügyi vádaskodások tisztázására irányuló törekvésünk egyik oszlopa, a Pista, aki a Liga gazdasági alelnökeként erre kompetensen fog tudni válaszolni mellettem. És hát itt van még a közönség sorai között Hangonyi Zoltán, az a gazdasági alelnök, aki ma is alelnöke a VDSZ Szövetségnek, augusztus 30-áig alelnöke volt a VDSZ Szolidaritásnak, augusztus 1-éig, bocsánat, a VDSZ Szolidaritásnak, és a Ligának 2013. december 9-éig 11 néhány éven keresztül alelnöke volt, tehát ő is elég sok mindent tud arról az időszakról, amit a különféle háborúskodás során fölmerítenek. Remélem, hogy ennyien képesek leszünk eloszlatni azokat a rémhíreket és rágalmakat, amelyeket szórnak a három szervezetre, és amelyeknek a valódiságának a vizsgálatánál a sajtónak is van valamiféle deficitje. Erre majd példát is fogok felhozni. Szeretnénk, hogyha a sajtó, persze én megértem, ha a sajtó úgy tűnik, hogy vannak károsultak és vannak károkozók, akkor károsultak mellé állnak, de ezt nem lehet tartani, hogyha kiderül a kárról, hogy nem létezik. És ezt szeretnénk, hogyha a társadalom felé
sajtó domináns szereplője a közvélemény alakításának, a közvélemény tájékoztatásának. És akkor ezt nagyon köszönjük, hogy újra eljöttek, és most megadnám a szót Kéri Ádám doktornak, a munkatörvénykönyv kormányzati módosítási indítványának elemzéséről szóló kis előadására, ami ne legyen több 5 perc, Milánom. Köszönöm szépen! Hát én is nagyon szeretném köszönteni a jelenlévőket, és készítettem önöknek egy összefoglaló ábrát, ami szerintem elég jól bemutatja a pozitív-negatív oldalakat, és én ahhoz fűznék némi kommentárt. De először is ugye Elnök úr is említette, egy nagyon fontos területről van szó, a foglalkoztatás területéről, amiről gondolom, hogy önök is tudják, hogy 2012. július 1-jével, első napjával hatályba lépett egy új munkatörvénykönyve, ami egy alapvetően eltérő koncepciót képviselt. Tehát nem túl munkavállaló barát, ezt ki lehet jelenteni, és ezért attól az időponttól kezdve a szakszervezeti oldal céljául tűzte ki, hogy valamelyest ezen a szabályozáson módosítani kell. Nem feltétlenül úgy, hogy a régi szabályokat visszaállítjuk, de meg kell nézni, mik azok a szabályok, amelyek nem működőképesek, vagy pedig túl sok terhet tolnak át a munkavállalói oldalra. Ugye a Liga nyomására a kormányzat azt ígérte ez év tavaszán, vagy talán az a múlt évben tette ezt az ígéretet, hogy amennyiben a munkáltató és a munkavállalói oldal megállapodik bizonyos területek vonatkozásában, akkor ennek nem áll az útjába, és módosítani fogja a munkatörvénykönyve azon részét, de tekintettel arra, hogy a pálya annyira lejt a munkáltatói oldal irányába, ezért nem sok területen tudtunk megállapodni, hiszen igazából az a munkáltatók részéről lett volna joglemondás. Egy terület vonatkozásában állapodtunk meg, ez pedig a köztulajdonban álló a munkáltatóra vonatkozó szabályrendszer hatályon kívül helyezése, ez az egy, amihez nem nyúlt a kormány. A többi területen viszont változások következtek be, tehát érdemben nem nyúlt, inkább így mondanám. A változásokat, ha értékeljük, akkor azt tudom mondani, hogy a munkavállalók vonatkozásával a szabályozás mégiscsak alapvetően egyébként pozitív, azzal, hogy nem túl ambíciózus bizonyos kritikus területeken. Az első a jogellenes munkaviszony megszüntetésének a kérdése. Nagyon fontos a munkahelyen az, hogy ugye akkor tudok a munkavállalói jogokért megfelelően sikaszállni, ha biztos lehetek benne, hogy amennyiben ennek következményei lesznek, akkor érdemes bírósághoz fordulni. Nem véletlenül esik a munkaügyi perek száma, nem érdemes munkaügyi bírósághoz fordulni a munkavállalóknak, hiszen nincsen szankció része. Ha valakinek a munkáltató jogellenesen megszünteti a munkaviszonyát, akkor igazán lényegében csak az elmaradt munkabért kell megfizetni számára, de nincsen szankció része. Ennek az a korábbi munkatörvénykönyvében úgy volt, hogy 2-től 12 havi átlagkeresetet kellett még pluszban megfizetni a munkavállalónak, és ugye ezt a kormányzat azt az álláspontot képviselte, hogy a munkavállaló gyakorlatilag nem éri kár az elmaradt munkabérén túlmenően, ezért ezt a részt kivette a szabályozásból. Mi a kúriára támaszkodtunk, a kúria is támogatott minket abban, hogy nem ösztönöz a jelenlegi szabályozás a jogkövető magatartásban a munkáltatók részéről legalábbis. Az új szabályok, amiket tervezne bevezetni a kormány, azt mondják ki, hogy amennyiben jogellenesen megszünteti a munkáltató a munkaviszonyt, abban az esetben a munkavállaló, hát több választási lehetősége van, de létezik egy olyan választási lehetősége is, hogy a felmentési időre járó juttatás dupláját kéri, ami azt jelenti, hogy megjelenik egy pici büntető elem. Erre mondtam azt, hogy ez egy pozitív elem, de elmarad attól, amit a kúria javasolt, ami nagyságrendileg ennek a többszörös, ami 3-szorosa, és az előző MT-ben, melyik ennek a 6-szorosa volt a felső plafon. Tehát lehet látni, hogy hozzányúlt valóban a kormányzat, és ez nagyon jó, annak ellenére, hogy nem támogatta a munkáltatói oldal ezt a módosítást, de nem túl ambiciózusan. Az is üdvözlésre méltó, hogy a visszahelyezést szélesebb körben lehet kérni. Ugye ennek a részleteiben most nem megyek bele, szintén a jogellenes munkaviszony megszüntetésről van szó. Munkavédelmi szabályok szigorodtak némiképpen, különösen akkor, hogyha veszélyes munkakörökben kevesebb munkavállalót alkalmaz a munkáltató, mint amennyit szükséges lenne. Ez megint egy nagyon pozitív változás, és az is, hogy valamennyi munkavédelmi képviselő munkajogi védelemben részesül, ezzel számos vitánk felmerült a munkáltatói oldallal. További pozitív fejlemény az is, hogy a munkavállalói képviselők közé bevette a szakszervezeti tisztségviselőt az MT, ami egyébként nemzetközi, tehát álló egyezmény is kötelezte erre a kormányzatot, de eddig ennek nem tette eleget. Ez azért fontos, mert az új MT a visszahelyezést szűk körben teszi lehetővé, tehát azt mondja, mivel polgári alapon beszél,
kivételesen lehet csak visszahelyezést kérni, ezt megtette szakszervezeti tisztségviselő esetén is most. Illetőleg az úgynevezett kompenzáló pihenőidő az azért jó, mert előfordulhat az, hogy itt a jogsértési eljárás volt Magyarországgal szemben, hogy a munkaidőt úgy osztja be a munkáltató, hogy túl kevés, 11 óra helyett mondjuk 8 óra pihenőidő jut munkavégzés után a munkavállalónak, és ha ilyen többször előfordul, akkor 22 órát kell biztosítani a második alkalom után. Nagyjából ezek a szabályai, ennek ismét nem megyek bele a részleteibe, lényeg az, hogy pihenőidőben egy picit többet kapnak a munkavállalók. Úgyhogy azért van egy markáns pozitív oldala a változásoknak. Most a negatív oldalra is kitérnék. Még annyit a pozitív oldallal összefüggésben, hogy nyilván amikor egy munkajogi szabályozás történik, akkor a jogalkotó felállít egy mérleget. Ez mindig így történik. Az egyik oldalon van a foglalkoztatás rugalmasítása, ez egy munkáltatói szempont alapvetően, és másik oldalon pedig a szociális biztonság. Ez az új szabályozás 2012 óta inkább a rugalmas foglalkoztatás, tehát a munkáltatói szempontokat helyezi előtérbe. És ebben a változás nem történik. A negatív szempontok vonatkozásában amit kiemelnénk, hogy továbbra is lehetőség van, bár eléggé zagyva a törvényjavaslat feltett szövege, de lehetőség van arra, hogy 6 napi munkavégzést követően ne adjon ki pihenőnapot a munkáltató. Ugye itt munkaidőkeretről beszélünk, a munkaidőkeretnek az a sajátossága, ez könnyen érthető, hogy a munkanapokat és a pihenőnapokat összevonja a munkáltató, és szétdobálja a keretben. Tehát 2-4-6 hónap alatt szétdobja, és akkor van, hogy mondjuk bizonyos munkarendben 2 hetet vagy 3 hetet dolgozok, majd kapok pihenőnapot. Ugye ez a munkavállalónak nem mindegy az, hogy dolgozom 2 hetet és nem vagyok a családdal, majd kapok egy kedszerre csütörtököt, amikor otthon maradhatok. Tehát mi arra számítottuk, hogy ez egyértelműen változik, ez nem vehető ki a jogszabályból, hogy ezen kíván változtatni a jogalkotó, és az indoklásból sem derül ki. Bevezeti a jogalkotó azt is, hogy bevezetné, hogy készenlétet követően, ha nem történik munkavégzés, akkor nem kell pihenőidőt kiadni. Ebben van némi racionálitás eleme, de nem örülünk neki. Nagyon hangsúlyos számunkra a kártérítési szabályok a változása. Ez azért fontos megint, mert egy csomó terhet az UMT a munkavállalók nyakába vart. Ugye korábban, ha a munkavállaló kárt okozott gondatlansággal, akkor egy havi átlagkeresetével felelt, ez most 4-8 havi átlagkereset. Ezen nem változtat, sőt a munkavállaló oldaláról még további szabályokat vesz el a jogalkotó, azzal, hogy majd a polgári törvénykönyv alapján lehet felesíteni bizonyos igényeket, ugye ez tovább fogja nehezíteni a jogértelmezést, tehát kétségünk nincsen. A gyermekes munkavállalók jogaihoz is némiképpen hozzányúl, a vezetőállású munkavállalót az preferálja a jogalkotó, tehát ott bizonyos előnyöket megad, egyébként viszont lehetővé teszi, hogy 3 év alatti gyermeknél éjszaka is lehessen dolgozni a munkavállalónak, persze ehhez kell a hozzájárulása, de ugye az kérdéses, hogy önkéntes lesz-e, illetőleg a gyermekét egyedül nevelő munkavállalónál könnyíti a készenlét rendelését, aminek szintén nem örülünk. És az utolsó szempont, ami összefügg, az a köztulajdonban álló munkáltató és a szakszervezeti jogok. Ugye a köztulajdonban álló munkáltató kategóriája az egy neuralgikus pont 2009 óta, hogy az állam megpróbálja a pénzkiáramlást többségével állami önkormányzati tulajdonban lévő szervezeteknél visszafogni. Most ezt jelenleg úgy akadályozta meg, vagy oldotta meg, hogy 2012-ben az MT-ben egy külön részt kaptak, és gyakorlatilag az MT kedvező szabályaitól nem lehet eltérni, és ez egy csomó problémát okoz. Egyrészt nem valósul meg a kollektív alkú, de egy csomó jogunkat nem tudjuk érvényesíteni, például azt, hogy lehet-e ingyenesen helyiséget biztosítani a szakszervezetnek, ezt sem tudjuk, mert nem lehet kedvezően eltérni az MT-től. Ugye ebben megállapodtunk a munkáltatói oldallal, hogy ez hatályon kívül helyezésre kerül, de ehhez érdemben nem jut hozzá a jogalkotó. A legutolsó neuralgikus pont pedig a szakszervezeti jogok területe. Ehhez pedig abszolút nem nyújt hozzá a jogalkotó, és ez azért sérelmes, mert az új munkatörvénykönyvben legtöbb változást ezen a területen végezte pont el. Az üzemi tanács és a szakszervezet között pozíció átrendezés történt, egy csomó jogot áttolt az ÜT-hez, az üzemi tanácshoz, a szakszervezetektől ezeket elvette, és egy csomó jog pedig nem érvényesíthető. Úgyhogy szerettük volna a gyakorlati problémáinkon keresztül bemutatni a kormányzatnak, hogy ezen változtatni szükséges, de egyetlen ilyen pontban nem kerül be változtatási javaslat az anyagba, úgyhogy ezért a továbbiak során is küzdeni fogunk. Úgyhogy köszönöm szépen, hogyha van kérdés, akár most, vagy akár utána, akkor én szívesen válaszolok. Köszönöm szépen, Ádám. Visszahozik Ádám. Mikrofonokat. Tehát látják, hogy a munkatörvénykönyvével kapcsolatos vitát ne
gondolom, hogy ezekben az ügyekben a korábbi, a tavaszi tárgyalásokon látszó vehemenciákat is figyelembe véve, ezt nem lehet elrendezni ilyen könnyen. Én azt jövendőlöm, hogy ebben az ügyben még a tárgyalóasztalokon sok-sok javaslat fog elhangozni a szakszereti oldal részéről, és biztos vagyok benne, hogy amennyiben nincs kielégítő megoldás a követelések többi részében, abban az esetben akár konfliktusokhoz is elvezethet ez a vita, amit a magunk részéről nem generálunk, és a tárgyalóasztalnál szeretnénk megoldani. Azt reméljük, hogy erre még van esély, bár egyre kevesebb a türelmünk. A VKF-en még sorra fogjuk keríteni a sztrájk törvényt, amikről röviden szeretnék, hiszen ezekről ismerik az álláspontunkat. A sztrájk törvény az 2010 decemberében lett megváltoztatva, módosítva, ami gyakorlatilag kicsavarja a munkavállalók kezéből ezt az eszközt, a sztrájk jogot, amit az alkotmány egyébként alapjogként biztosít. Ezt vissza kell állítani, és hát a különféle nyugdíj kedvezmények elvétele miatt pedig, és leginkább most legutóbb a korkedvezményes nyugdíj kivezetése miatt kell olyan kedvezményeket nyújtani a munkavállalók számára, ami rendkívül leterheltséget valamilyen módon csökkenti, enyhíti, vagy esetleg kompenzálja. Ezekben az ügyekben kell még jelentős mértékben előrejutnunk. És itt van a küszöbön, kopogtat az ajtón a 2016 évi béremelés és minimálbéremelés kérdése is. A Ligának testületi álláspontja még csak a következő hetekben lesz. Ugyanaz elnökség állást foglalt, de a kompetencia az a Liga tanácsé ezekben az ügyekben. De mi azt javasoljuk, az elnökség azt javasolja a Liga tanácsnak, hogy jelentősebb reál kereset növekedés álljon be 2016-ban, hiszen a régióban nagyon el vagyunk maradva, és a minimálbér és a minimálbér nettó értéke és a létminimum közötti nagyon nagy mínuszos különbség, tehát a minimálbér nettó értékének rovására mérhető mintegy 20%-os különbség csökkenjen és tűnjön el. Nem azonnal, el tudjuk képzelni, hogy rövid középtávon egy ilyen típusú megállapodással a minimálbér nettó értéke és a létminimum közötti különbséget eltöröljük, mert az tarthatatlan, hogy emberek napi 8 órát dolgozzanak annyi pénzért, hogy a létfenntartásukat sem biztosítja az a kereset, amit hazavisznek ezért. Ezt az álláspontot képviseli a Liga régóta. Tavaly is volt már ilyen kezdeményezés, de a munkaadó és a kormányzati oldal nem támogatta ezt a követelésünket. Most újra az asztalra tesszük ezeket, és nem csak a munkatörvénykönyvről, hanem ezekről a tételekről is eszmét kívánunk cserélni a partnereinkkel, és eredményt kívánunk elérni, és ezt alátámaszthatjuk bármivel is, ami rendelkezésünkre áll. Ennyit szerettem volna a érdekvédelmi dolgokról beszélni, és most engedjék meg, hogy először kérdéseknek adjunk helyet ezzel összefüggésben, mint ahogy a Kéri Ádám kollégám is javasolta, hogy ezekkel a munkatörvénykönyv, sztrájktörvény, béremelés és a korkedvezményes nyugdíj kivezetésével kapcsolatos tárgyalási pozíciókkal kapcsolatban, ha kérdésük van, azt tegyék föl, és utána térünk át a szerdai, a rendszeres szerdai sajtótájékoztató apropóját adó egyéb ügyekben. Parancsoljanak, önöki a szót. Ez akkor teljesen érthető volt. Köszönjük szépen, Ádám, neked is. És akkor térjünk át a szerdai rendszeres témánkra, a szakszereti mozgalommal, a szakszervezeteink körül kialakult vádaskodásokra térjünk rá. Engedjék meg, hogy elsőként az elmúlt hét legfontosabb egyik elemét hozzam elő, nevezetesen, hogy úgy tűnik, hogy a vádaskodók nem csak, hogy valótlant állítanak, hanem képesek
hamis bizonyítékokat állítanak elő az állításaik alátámasztására. Ezt le is dokumentáltuk teljes biztonsággal. Több médiumban is, itt az elektronikusra gondolok elsősorban, megjelent az, hogy Vaskó arra is képes, hogy egy nap 130 ezer forintot betankoljon az autójába. Pedig hát nem kamionnal járok, lehet, hogy abba belefér, de egy Audiba nem fér bele 130 ezer forint, mint ahogy önök is tudják ezt. És egy nap alatt vagyok erre képes. A kollégánk az RTL Klub Házon Kívül című műsorából kifotózott a Halasi Zoltán által föllebbentett egyik papírt, kifotózta és ráközelített, és ebből kiderül, hogy az a 130 ezer forint már a lebegtetett papíron sem egy nap alatt történt, hanem két nap alatt. És az is kiderült, hogy a három egy napra írt mintegy 100 ezer forintot elérő tankolási számla szintén nem egy napon történt, hanem három napon az ország egymástól elég távol lévő különféle pontjain, és két autóba történt a négy tankolás. Na most, ha valaki direkt egy kimutatást készít róla, és akkor a számlákat sorra veszi, akkor azt kell mondanom, hogy csak szándékos lehet az a akarat, vagy az a tevékenység, hogy azt mutatja ki, ami nem igaz. Tudnélik, birtokunkban van egy olyan dokumentum is, amely felsorolja, hogy 2014 második felében valószínűsíthetően 14-12-5-én készült a számvizsgáló bizottság által készített ellenőrzés, ahol mindenütt pipát látnak, akit érdekel, közelről is megnézheti, mindenütt láthatják a pipákat, hogy a kiadás rendben van. És aláírta Derdák János, a számvizsgáló bizottság elnöke, és Bernard Beatrix, a számvizsgáló bizottság tagja, aki nagy valószínűséggel részt vett ennek a hamis kimutatásnak a előállításában. És akkor, amikor mint számvizsgáló tavaly decemberben azt írta, hogy rendben van, mert kipipálták és aláírták és bélyegzővel ellátták, most nem sokkal utána, egy 10 hónappal összeállítottak egy olyan kimutatást, mintha ezek a kiadások egy nap kerültek volna. De három mindenképpen egy napra van írva. Holott rendelkezésükre álltak azok a benzinszámlák, hiszen ők uralták, még ma is, míg a rendőrség el nem vitte a múlt héten, ők uralták jogosulatlanul a számlákat, a szövetség számláit. És hát érdekes módon annak ellenére egy napra írtak három számlát, hogy látható volt, hogy a három napon volt. Én úgy gondolom, hogy ez a csatározásban az egyik legsúlyosabb dolog, amit el lehet követni, hogy szándékosan meghamisítják a kimutatásaikat, azért, hogy a másikat nehezebb helyzetbe hozzák, azért, hogy általuk kit spécizett karaktergyilkossággal ítélt emberek, mert nem egyedül vagyok nyilván, emberek minél nehezebb helyzetbe kerüljenek, és nem álltak rendelkezésünkre azok a papírok, amivel ennek az ellenkezőjét tudtuk volna bizonyítani, hiszen azt is elzárták tőlünk jogosulatlanul. Én nem tudom, hogy... Nem tudom, hogy került ide ez a dokumentum hozzánk, de úgy tűnik, hogy a környezetükben is vannak olyan tisztességes emberek, már pedig vannak, akik ráhúztak ezekre a hazudozásokra, és bekerült a VDSS-be ez a papír, a VDSS szövetségbe, úgyhogy nincs semmi papírunk a saját szervezetünkről, mert azt is elvették tőlünk.
Úgyhogy felkérem a sajtó szíves jelenlévő tagjait, képviselőit, hogy amennyiben információkat hoznak le, különösen emberekről és szervezetekről, akkor legyenek szívesek az információ valódiságáról meggyőződni, hiszen én úgy tudom, hogy a sajtótörvény szerint a hírt nyilvánosságra hozó sajtónak is kötelessége meggyőződni valamilyen szinten a közlebocsátott információ hitelességéről. Ez egy nagyon súlyos dolog, és azt gondolom, hogy a sztrájk alap eltűnésével kapcsolatos információi ugyanilyen vádaskodóak. Azért kértem meg Hangonyi Zoltán, mint a múlt héten is, hogy szíveskedjen idejönni, és akkor most még egyszer egy leegyszerűsített vázát elmondani annak, hogy miért nem igaz, hogy a sztrájk alapot bárki eltüntette volna. Még annak ellenére sem lehet ezt állítani, hogy bizonyos helyeken ők sem értik, hogy mi a pénzügyi folyamat, de a rendelkezésre álló beszámolók szerint, ami nekünk is megvan, egyértelműen igazolható, hogy a sztrájk alap rendelkezésre állt, mindvégig. Sőt, az állítás is beigazolódik, beigazolódni látszik, hogy a Liga szakszervezeteknek kölcsönadott 65 millió forint folyósítása egyáltalán nem érintette, nem kellett, hogy érintse a VDSZ szolidaritás sztrájk alapját. Ezek nagyon súlyos állítások mindkét oldalról, de természetesen mi ezt vállaljuk, hiszen ez a tényhelyzet, és hát nagyon szomorúak vagyunk, hogy azon, hogy vannak olyanok, akik ezen lovagolnak, ezen köszörülünk a nyelvöket a médiában is, és hát nincsenek arra tekintettel, hogy a hamis bizonyítékok és állítások esetleg mit jelenthetnek a megvádolt emberek számára. Ezt gondolom, hogy újságíró etikai kérdéseket vethet föl. És akkor még mielőtt bárki rákérdezne, hogy na mi van az éttermi számlákkal, szeretnék fölmutatni egy számlát. Megnézheti bárki, hogy ez a VDSZ szövetség nevére kiállított számla. Egy információt kell hozzátennem, de lefotózhatják, hogy akiről szól, az is meg tudja nézni. Ezt a számlát Bárány Balázs nyújtotta be a VDSZ szövetséghez, 36 ezer forintos reprezentációs számla, a Robinson étteremben fogyasztották el, és én engedélyeztem a kifizetését természetesen, mert rendben volt. Mert ez volt a rend a VDSZ-ben, hogyha egy vezető elment és reprezentációs költség felhasználását igényelte a munkája, akkor az rendben volt. Nincs ráírva sehová, hogy kikkel volt, mert nem volt igény, és nem is írta rá. Mint ahogy én sem írtam rá azokra a reprezentációs számlákra, amit benyújtottam és elszámoltattam. A reprezentációs számla természete tehát ilyen volt, egész eddig, 25 éven át. Most föltalálták, hogy mégiscsak kellett volna, mert ők maguk sem teljesítették ezt a követelményt, mert ők is a bevált és gyakorolt szokásoknak megfelelődésednek az elmúlt 25 évben. Most másképp gondolják, de ez nem számít. Egyelőre ennyit szerettem volna, és akkor megadom a szót Hangonyi Zoltán gazdasági alelnöknek. Volt. Üdvözlöm a sajtó képviselőit. Képviselőit. Már az elmúlt héten is mondtam egy-két dolgot a VDSZ szolidaritás sztrájk alapjáról, de ugye mivel továbbra is a közvélemény előtt azt szorok, hogy a sztrájk alapról az összes pénz eltűnt, és gyakorlatilag nincs pénz a sztrájk alapon, hanem azt
kölcsön adtuk a ligának. Na most ennek a cáfolatát szeretném viszonylag röviden és közérthetően elmondani önöknek, illetve a önökön keresztül a közvéleményt. Tehát azt szeretném, hogyha leszögeznénk, hogy a VDSS szolidaritás volt egy fűszámlája, amin a sztrájk alap és a VDSS központjának pénzei voltak. Tehát technikailag a sztrájk alap nem volt elkülönítve külön számlára, hanem a kialakult gyakorlatnak megfelelően, amióta az alapszabály a sztrájk alapot létrehozta, a főszámlán volt mindig, és a költségvetési beszámolóban az alapszabály szerint elkülönített tagdíjak és a sztrájk alap felhasználásán szerint minden évben a költségvetési beszámolóba számoltuk ki, illetve tartottuk nyilván ezt a sztrájkot. 2014 évben, 14 évi költségvetési beszámoló alkalmával ez a sztrájk alap, ami a főszámla része volt, a főszámlán összesen 160.688.000 volt, és ebből 110.131.000 volt a sztrájk alap 2015. január 1-én, valamint még volt egy központi pénzalap, ami 50.557.000 forint volt. Nos tehát, a főszámlára egyébként a tagdíjbevételek rendszeresen ide érkeztek, ebből 10% került a sztrájk alapra, ez 2015 első 5 hónapjára számítva, mint egy 8.600.000 forint körüli összeget tett ki, és egyébként a sztrájk alap mellé ugyanerre a főszámlára érkezett a központi költségvetésnek a bevétele is, ami 30+10%-ot, összesen 40%-ot tettek ki. Ez az összeg 43.450.000 forint volt. Na most, amit adatokat itt közlök, ezek nem légből vett adatok, hanem természetesen a 2014-i költségvetési beszámolóban megtalálhatók, tehát a végrehajtásában megtalálhatók. Ezt a beszámolót megvizsgálta a VDSS Országos Számvizsgáló Bizottsága, illetve és elfogadásra javasolta a küldöttgyűlésnek, illetve tárgyalta a VDSS Szolidaritás elnöksége és a VDSS Szolidaritás 14. küldöttgyűlése, amelyet ugye május 7-én, amikor a küldöttgyűlés volt, a küldöttek tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta. Na most picit, hogy belemenjek azokba a dolgokba, hogy miért is nem kellett a Liga kölcsönhöz a sztrájk alapon lévő pénzeket felhasználni. El szeretném mondani, hogy az előbb említett, egyszerűsítve a dolgot, 50 millió forint, ami a főszámlán volt a 110 millió forintos sztrájk alap mellett, ehhez még további 43.450.000 forint érkezett, tehát durván az 1-5 hónapban az induló központi számlán lévő eszközbe 94 millió forint volt. Ez a 90, de ez nem folyamatosan volt ott, természetesen, mert azért folyó kiadásai voltak a VDSS-nek, meg az első fél évben voltak olyan rendezvények, amik jelentős kiadásokat követeltek. Most ennek megfelelően ez a pénz önmagában elegendő volt arra, sőt még maradt is 30 millió, 29 millió valahány százezer forint, a 65 millió forinton fölül. Meg kell, hogy említsem, hogy a VDSS szolidaritásnak további jelentős kiadásai voltak, hiszen két küldöttgyűlést rendeztünk. Az első volt május 7-én, az pedig júliusban követte a második az ismert okok miatt. Ennek a költsége is durván 15 millió forint körüli összeg volt, amit gyakorlatilag amire ígérvényünk volt, hogy ezt különféle támogatásokból majd fedezni tudjuk, de nyilván ezeket is meg kellett előlegezni. Valamint volt két futóprojektje is a VDSS szolidaritásnak, egy központi és egy regionális kapacitásfejlesztési projekt, aminek az elszámolásai folyamatban voltak, de szintén erről a számláról átmeneti finanszírozásként a két számlára egy olyan 10
12 millió forintot kellett áttenni, mert ugye még a elszámolás már megtörtént, meg a pénzeszközök felhasználása, de viszont az elszámolás összege még nem érkezett meg. Na most ezzel azt szeretném bizonyítani, lehet, hogy kicsit bonyolítottam a dolgot, hogy a sztrájk alapú függetlenül ez a 94 millió forint a kezdő, illetve a 1-5 hónapra jött pénzzel együtt elegendő volt arra, hogy a liga részére ezt a 65 millió forint kölcsönt kifizessük anélkül, hogy a sztrájk alaphoz kellett volna nyúlni. Egyébként, ha ezek az összegek, amiket itt említettem, amik előfinanszírozásként föl lettek használva, bejönnek köztük természetesen a ligának adott kölcsön, az azt fogja jelenteni, hogy a VDSS szolidaritásnak a sztrájk alapon kívül, ami ugye közös számlán van a központi alappal, jelentős pénzeszközei maradnak meg, és a VDSS sztrájk alapja rendelkezésre áll. Egyébként az a helyzet, ezt már nyilván említettem, meg volt róla szó az elnök úr is, hogy jelen pillanatban a sztrájk törvény módosítása miatt hát elég nehéz jogszerű sztrájkot lefolytatni, megszervezni, és ezért a sztrájk alapban nem látszott az, hogy felhasználásra kell, hogy kerüljön, de természetesen rendelkezésre állt ez a pénz. Köszönöm szépen, amit szeretném. Köszönöm szépen. És akkor egy rövid kis konklúziót szeretnék mondani, mert hát van olyan médium, ahol már a feljelentők azt követelik, hogy végre jelentsen fel őket. Hát ez már elég visszásnak tűnik számomra, hogy a feljelentő azt várja, hogy följelentsem. Én persze úgy gondolom, hogy egy megfontolt jogi értékelést követően ez elkerülhetetlen. A megfontolás éppen folyamatban van. Legalább három ügyben, rágalmazási ügyben fogjuk ezt a följelentést megtenni ismeretlen tettes ellen, ha nem ismerjük a tettest, persze. Az egyik a ligának az a bejelentése a rendőrség részére, hogy mindenféle iratmegsemmisítések folynak, és ennek volt a fejleménye a házkutatás. Semmiféle iratmegsemmisítés nem történik a ligában. Különösen nem bizonyítékok megsemmisítése. Ez sérti a liga érdekeit rendkívüli módon. Szeretném jelezni, hogy a rendőrség a múlt héten elvitt begyűjtött iratokat követően semmi lépést nem tett, nem volt tanúkihallgatás tudomásom szerint, és nincs gyanúsítás, tehát nincs gyanúsítottja az ügynek, ezek szerint még mindig ismeretlen tettes ellen folyik az eljárás. De az egyik szereplő, nevezetesen Bárány Balázs az egyik kereskedelmi csatornában mondta, hogy ő kérte a rendőrség segítségét, mert a bizonyítékok eltűnésétől tart. Hát nyilván ez volt a média része a dolognak, de ez egy elég sokba kerülhet neki ez a média ide rendezése, ide csábítása ezekkel a botrányokkal. A másik följelentés, jogsértés ott látszik megalapozódni, hogy előállítottak hamis igazolásokat arra, hogy az állításaikat alátámasszák, itt a tankolás egy nap alatt 130 ezer forintért típusú dolog, a harmadik pedig, hogy eltűnt a sztrájk alap. Én úgy gondolom, hogy ezek rendkívül súlyos vádaskodások, rágalmak, és hogyha ez a hatósághoz is beérkezett ezek közül bármelyik, mint bejelentés vagy följelentés, akkor ez hamis váddá is alakulhat. Nyilván attól függ, hogy milyen stádiumig jutottak el ezek a dolgok. De ami a sajtóban elhangzott, az már kimeríti a hamis vád. Tehát a rágalmazás, azért látszik, nem vagyok jogász. Rágalmazás törvényi tényállását, és hát nem szeretnék üzenni, de azért megnyugtatom a Bárány Balázst, hogy mennek ellene a vizsgálatok, a jogászok vizsgálódásai, bár tudjuk, hogy ő élvezi ezeket, de mi megfontoltak vagyunk, hiszen nem szeretnénk úgy járni, mint ő, hogy a följelentéseinek egy jelentős részét visszaküldték, hogy nem ide tartozik, máshová tartozik,
nem lehet megvizsgálni, nincs joga az által megcélzott szervnek a vizsgálatot megtartani, és hát megfontolt, de hát sajnos következményeket mindenképpen maga utánvonuló bejelentéseket kívánunk tenni, mert megalapozottak akarunk tenni. Köszönjük szépen, ennyit szerettünk volna elmondani önöknek. Most is megnyitom a lehetőségét annak, hogy kérdezzünk már. Munkatörvénykönyv nem volt ennyire izgalmas, parancsolja. Másik témakör, ja, két, de ja, ez az egyik témakör. Megengedi, hogy a múlt héten úgy emlékezett vissza, múlt pénteken úgy tetszett visszaemlékezni, hogy hát valamelyik tankolásnál nem működött a kártya, a leolvasó, és többször próbálkoztak, és lehet, hogy az lehetett, hogy annak az ügynek esetleg utána nézette, megnézték el a történt a ilyen. Akkor mindjárt a harmadik kérdésével kérdezem, jó? Körülbelül 20-szor mondtam már el a nyilvánosság előtt, hogy az összes dokumentumot maguknál tartják. Múlt héten meg elvitte a rendőrség. Semminek nem tudok utána nézni. Most, ha én megkérdezném öntől, hogy tavaly áprilisban hányszor tankolt és hol, és nem állna rendelkezésére önnek semmilyen dokumentum, nem hiszem, hogy válaszolna rá frappánsabban, mint én. Én, aki körülbelül 5000 kilométert vezetek havonta. Annak örülök, hogy megnézte legalább a számlákat, hogyha ott látható, bár én nem láttam a Szolidaritás honlapján ezeket a dokumentumokat, de biztos ott van, ha ön állítja. Azért ugye nem azt akarja mondani, hogy teljesen mindegy, hogy 5 nap alatt tankolnak 5-5, vagy 1 nap alatt 5-5. Nem mondtam semmit. Jó, mert hát kezdi ugye erről levenni, mert az RTL-ben jeleskedett, hogy ez az 1 nap alatt 130 ezeröt tankolt. És most úgy látom, hogy így akar kitérni előle, hogy hát akkor 5. Tényleg, és időt akartam volna, hogy ezt most itt... Jó, de azért tudja meg, hogy... És az lenne csak, hogy hogyan lehet az, hogy 570 liter körülbelül ennyi a két, és hát ez azt jelenti, hogy nem pont a 600 kilométereket kell. Így van, így van. A Dunántúlon, ahogy ön Pata, ugye, az a Dunántúl, Petőfi szállás, ez a Dunatisza közel. Heves megye térsége. Heves megye térsége, így van. 600 kilométert simán el tudok autózni egy nap, szolgálati útra, így van. Például tárgyalásban voltam körülbelül 20 szakszervezettel ebben az időben, hogy a meglévő projektjeinkben milyen tevékenységeket hogyan érdemes folytatni. Én voltam egy részének a projektvezetője, de hát amelyiknek nem én voltam a projektvezetője, ott én voltam a liga elnöke. A projektek ezek rendkívül sok időt és munkát igényeltek. És hogyha nem tudom pontosan, most megint ezt már megnézhettem volna, és ha tudom, hogy van kérdése, akkor megnézem. Ebben az időben a Liga szakszervezetek bérelte a VDSZ szövetségtől az Audit, mert hogy a projektek a közbeszerzés miatt nem kapták meg az autót, csak április közepe tájékán. És az elmúlt, azt megelőző 6-8 hónapban, meg ebben az időszakban is egyébként a Liga szakszervezetek bérleményében volt az Audi. Az, hogy miért prémium kategória, hát lehet,
érdekeltségű cégeknek, akik azt mondják, hogy ha ezzel a üzemanyaggal jársz, akkor takarékoskodik neked, mert több utat tudsz megtenni, mert hatékonyabb az üzemanyag elégetése, és kíméled a motort. Ön is említette, hogy ez egy nagyon értékes autó, és szerettem volna nagyon kímélni. De nem fizettem érte többet, azt áthatja, mint a kiírás a benzinkúton. Azt írtam az egyik újság, hogy versenyautó üzemanyag. Hát én még egyszer se láttam versenyautókat tankolni azokon a kutakon, ahol én jártam. Az egy normál, nem az a neve, de az egy közfogyasztásra szánt üzemanyagfajta, és ami kíméri az autót, és kíméri a pénzt. Ezért az. Mi volt még a harmadik kérdés? Hát most ebben a körben más nem volt. Nem volt? Akkor megválaszoltam minden? Akkor köszönöm szépen. Még nem, de egy fejlemény van a dologban. A médiából értesült az egyik volt vendégem, hogy mi történt meg itt és milyen, minek a boncolgatása, és azt kérte, hogy vizsgáljuk meg annak a lehetőségét, hogy megfizetnék ő inkább annak a szállodának az árt. Nem tudom melyik, mert még addig nem jutottunk el, hogy pont melyikbe volt, vagy melyik számla mögött, lehet, hogy föl sincs említve, de ne haragudjon, azért ez egy borzasztó dolog. A Bárány Balázs ön szerint fölmutattam, nem hozta a vendég listáját a számlán. Mert ez volt a kialakult gyakorlat. Tehát volt olyan vendége, aki felajánlotta, hogy visszafizeti a így van. Így van. Mert nem akar ebben a botrányban részt venni. Ezzel arra gondolok, hogy nem kérdeztem meg tőle, mert én nem voltam vele kapcsolatban, hogy nyilvánosságra hozhatjuk a nevét, de arra gondolok, ha inkább ő megfizetné, akkor nem akarja, hogy nyilvánosságra kerüljön a neve. Az utolsó, hogy a kölcsönszerződés kapcsán volt arra a bocsánat elnökségnek, hogy értem a kérdést, csak gondolkodom, hogy honnan kezdjem. Nos, az elnökség döntött erről, és a múltkor bemutattam önöknek, nem tudom, hogy itt volt az előző. Igen, sajnos nem voltam, de az RTL itt volt, igen, tehát megosztották volna önnel. Fölmutattam azt az elnökségi jegyzőkönyvet, aminek a jelenléti listája is nálam volt, és rajta volt Bárány Balasi és Bernard Beatrix, és azt is elmondtam, hogy a határozat az volt, hogy az elnökség egyhangulag ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy a kölcsönözés megtörténne. És azt kell mondanom önnek, hogy ez a BDSZ az alapszabályából, ahol bár nem volt pontosan ez oda datálva az elnökséghez, de indirekt módon mindenképpen el lehet jutni oda, hogy nem a közgyűlés hatáskörébe tartozik a kölcsönadás, a konfederációnak való kölcsönzés jogkörileg nem a közgyűléshez, hanem az elnökséghez is tartozhat. Na most, lehet, hogy vitatják, de előtte már 3 éven keresztül úgy volt. Egyébként egy kölcsönszerződésnek szerintem az a lényege, hogy mind a kölcsönadó, mind a kölcsönvevő teljesítse a vállalat kötelezettségeit. És ez mindig megtörtént. És akkor most még egy dolgot hozzáteszek. Május 7-én, még a puccs előtt, tehát a puccs kiteljesedése előtt, az alapszabályt megváltoztatta a VDSZ szolidaritás. És a VDSZ szolidaritás kölcsönadás döntési kérdését az elnökséghez tette, mert korábban nem volt oda téve, hiányosnak éreztük az alapszabályt ilyen
még nem merült föl egyébként ez, hogy ez a probléma, amit most ő feszeget, és úgy döntött a küldöttgyűlés, hogy ebben a kérdésben, tehát a Liga VDSZ kölcsönadási ügyletben az elnökségnek van döntési kompetenciája. Parancsoljon, van még kérdésem? De gondolkodjon még, parancsoljon. Még ezt két mondatot fűznék, hogyha lehetne. Tehát én azért gondolom, hogy teljesen rendben volt a dolog, mert a kölcsön az nem végleges felhasználást jelent. Tehát nem az, hogy elköltjük ezt a pénzt és nem jön vissza, amit a kölcsönszerződés tartalmazott, hogy a liga szakszervezeteknek legkésőbb meddig kell visszaadni, és ez a költségvetési év végére datálódott, ami azt jelentette, hogy ennek a pénznek vissza kell jönni. A másik, az elnökségén a három, az elnök úr által említett három kollega nem vetette föl, hogy igen, de ezt vigyük a küldöttgyűlés elé a kölcsönadást, mert ugye, mint ahogy mondta, ez nem végleges felhasználás, és már az előző évben is volt hasonló dolog, és teljes, tehát megadásra került ez a kölcsön. A harmadik dolog pedig az, hogy a küldöttgyűlés elé lett víve, mert az előző évi beszámolóban is volt kölcsön, és az előző évi beszámolóban erről a kölcsönről a költségvetési beszámolóba, írásba a küldötteket tájékoztattuk, elmondtuk neki, és ennek ellenére elfogadták a költségvetési beszámolót, és nem tették fel kérdésként, hogy hát miért nem vittük ezt a küldőgyűlés elé. Köszönöm szépen, tessék parancsolni. Rosszul látta a bólintásomat, lehet, hogy csak az ideg rángatja a fejemet. Két autó volt a négy nap alatt. Két autó. Így van. Értem. Akkor arra lennék még kíváncsi, hogy a ligának, illetve a VDSZ a szolidaritásnak lefoglalták el az összes iratát, de vagy mely szakszervezeteknek foglaltak el a dokumentumait? Hát a ligának az iratai egy részét vitték el, nem az egészet. A rendőrök beszélgetése során nem kihallgattam őket, hanem ott álltam a társaságban, azt hallottam, hogy kb. 200 dossziét vittek el az épületből, három szervezettől, és a ligáig kb. 40-et tett ki. De projektügyeket direkt itt hagyták, csak a főszámlás ügyeket kérték. Ha 40-et vittek tőlük, akkor 160-at amonnan, azt már nem tudom, hogy a maguknál jogosulatlanul tartott VDSZ szövetségi iratok mennyit tettek ki, és a 140-ből vagy 160-ból is mennyit tettek ki a szolidaritás iratai. Mindenkiét elvitték, én úgy tudom, talán a legkevesebbet a ligától, de ezt nem tudom, mert azt nem én adtam át, a ligáit én adtam. Értem. Azt is mondta, hogy nem ismeri, tehát hogy nem tud konkrétumokat mondani, hiszen nem látja a papírokat. Akkor ugyan tudom most arról beszélni, hogy a sztrájk alap a szolidaritás esetében. Tehát mivel tudjuk ezt most alátámasztani? Hát azzal, hogy a beszámolók itt vannak, meg a 2015 évi költségvetés, amit elfogadott a május 7-i küldőgyűlés, ahol még megkaphattuk a papírokat, és ezeket meg is tartottuk. De számlákat csak nagyon keveset tudunk felmutatni, mint például ma, amit felmutattam a Bárány Balázs reprezentációs fogyasztására vonatkozott. Ezt a környezetükből azok a jószándékú kollégák hozzák le, akik véget akarnak vetni ennek a cirkusznak, amit csinálnak ők, a dokumentumhamisításnak véget akarnak vetni, hogy tudjuk magunkat védeni. Nincs nálunk egyébként változatlan dokumentum. Értem, és ugye a számláikat, tehát a szakszervezeti számlákat lefogyasztották, ők változatlan maradtak, mit lehet erről tudni? Azt tudom, hogy a Bárány mindenféle fórumhoz fordult, hogy ragasszák be a számlákat, fagyasszák be. Sem a ligánál, sem a VDSZ szövetségnél nem történt ilyen, tehát folyik a normál gazdálkodás üzemmenet mindkét szervezetnél. Az, hogy nálunk, mi nem kértük, hogy az övéket fagyasszák, de így nem tudjuk, hogy azért óvatosságból a rendőrség nem inkább ott fagyasztott, de ezt csak poén, nem tudjuk. Köszönöm szépen.
mutattak be egy darab számlát se. Több számlánk is működik, elég sok számlát nyitottunk a projektek lebonyolítására, mindegyik projektet a terveknek megfelelően bonyolítjuk le, folyamatosan nyújtjuk be a kifizetési kérelmeket, és a kifizetési kérelmek következtében folyamatosan érkezünk ezekkel a számlákra a megkért összeget, úgyhogy semmilyen ismét nem történik. Köszönöm szépen. Parancsoljanak, van-e még kérdése valakinek? Jó, még egyet, még egyet. Hogyne? Hát erre azért nem. Most olyanra kérdezett, amire világosan emlékszel. Azért volt két autó a 4 nap alatt, mert abban az időszakban jutott hozzá a Liga a projektautókhoz. Április közepe tájékán. Így emlékszem. És mint említettem, az Audit a Liga bérelte a VDSS-től. Mert a projekt szeptember 1-én kezdődött, 2013. szeptember 1-én, jól mondom? 2013, ez a projekt, amiben az autókat bérelhettük, 30 autót bérelt a Liga ez alatt az idő alatt, de a közbeszerzési eljárás annyira elhúzódott, hogy szeptember 1-e helyett április közepére érkeztek meg a bérelt autók, és ezért béreltük. De pont április közepén érkezett meg az egyik projektautó, amit én használhattam, és hát gyakorlatilag lehet, hogy aznap vittem el először, nem, erre már nem emlékszem, amikor megtankoltam. És ezt a projektautót tankoltam meg az utolsó napon, amit a listán láttam. Az abból is látszik, hogy az egy dízelautó, előtte pedig az Audit tankoltam benzinnel. Így fordult elő. És ott, utána nem sokkal, a Liga bérleti jogviszonya megszűnt az Audira, mert megérkezett a projektautó. Parancsoljon, van még kérdése? Köszönöm szépen, remélem sikerült a kíváncsiságát kielégíteni. Amennyiben nincs más kérdés, nagyon köszönjük, hogy eljöttek. És mához egy hétre 13 órakor újra sajtótájékoztatót tartunk. Annyit szeretnék pontosítani, hogy az a kérésünk, hogy valahogy időben előtte regisztráljanak, hogyha nem lesz sajtótájékoztató, akkor tudjunk más programot csinálni. De reméljük, hogy azért még az éberségüket és az érdeklődésüket